és még betegségemet, kedvemet keresték nappal, jó kalan volt a rémálmok éjszakája. Akarsz-e verssel kérdezni? A Költők egymás közt rendezvénysorozat szervezője Kürti László ezt a kérdést tette fel vendégének, Jónás Tamásnak. A város irodalom kedvelői lelkesen fogadták a talányos költői kérdést. A művészek a kétnapos eseménysorozat utolsó állomásához érkeztek, eddig két rendhagyó irodalomórát tartottak Máté Szalkán és Vásáros Naményban. Kürti László azt mondta, a program sikerének kulcsa nem más, mint a dinamikus írók és az izgalmas beszélgetések. Amikor vendégeink jönnek, van a kortárs szövegeknek olyan elevensége és van olyan szellemi dimenziója, ami alapján máig hat. Tehát, hogy hiába temetjük az irodalmat és a verseket, üzemképes dolgok ezek is, és jó szöveget kell olvasni és hallgatni. És itt pedig erre van alkalom. A Máté Szalkai születésű költő azt is megemlítette, hogy a fiatalok körében népszerű a program, eddigi tapasztalatai alapján kifejezetten érdeklik őket a komolyabb témák is. Februári vendége Jónás Tamás, aki nem csak költő, hanem programozó is egyben. A beszélgetés során kendőzetlenül mesélt magáról, családi élményeiről és költői szerepéről, határairól. Az őszinte és hazug élet kérdéseit, valamint a kommunikáció szerepét is pedzegette. A lassuló zuhanás, az apu, a törzs és az apáimnak, fiaimnak alkotója jelenleg egy regényen dolgozik. Az első igazi regényen, azt hiszem, hogy mostanában a regények ugye nagyon divatosak, sokkal divatosabbak, mint a versek, és én sokáig óckodtam is regényeket írni. Mert a legtöbb regény egyébként, ami mostanában születik, nem valódi regény, hanem novella sorozatokból összefűzett vastag kiadású könyv. De én most valóban egy nagy évű regényben gondolkodom. Ezzel akarom meglepni magam 45. születésnapomra, hogy ezzel elkészülök. A Nemzeti Kulturális Alap és a Szépírók Társasága által támogatott rendezvénysorozat következő vendége április 24-én és 25-én Tóth Krisztina lesz.